Vizsgálja az Európai Bizottság a magyar felsőoktatási törvényt, tudta meg a Brux Info. A lap szerint a bizottság attól tart, hogy a törvény sérti a személyek szabad áramlásának európai elvét, illetve szembe mehet a korai iskolaelhagyók arányának csökkentését célzó uniós célkitűzéssel is. A felsőoktatási törvény rendelkezései miatt már a tüntetés szervez a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége, az ellenzék pedig élesen kritizálja a törvényt. A területért felelős helyettes államtitkár szerint értik a kifogásokat, ezért hatékonyabb kommunikációba kezdenek. A hallgatók október végi tüntetése az oktatási államtitkárság épületénél. Az új felsőoktatási törvény ellen demonstráltak, ahogy ők mondták, a bújtatott tandíj és a röghözkötés ellen. Hasonló készül ma este is, a felvételi keretszámok szerintük átgondolatlan csökkentése és a hallgatói szerződés bevezetése ellen. Ez úgy látják, korlátozza a diplomások jogait. Ezért diplomát szerezni érdemes. Az MSZP volt oktatási minisztere szerint, akinek van diplomája, az könnyebben talál munkát és nehezebben veszíti el azt. Hiller István szerint nincs diplomás túlképzés itthon. Azt mondhatom, hogy ez egy hamis legenda. Egyetlen egy olyan hazai és nemzetközi felmérés nincsen, amelyik ezt bizonyítaná. Ellenkezőleg. Egy szűk elitnek válik nyitottá a rendszer, egy tehetős elit réteg fog ezután a felsőoktatásban részt venni. A Parlament Oktatási Bizottságának LMP-s alelnöke emlékeztetett arra, hogy a felsőoktatásban 20 000-rel csökkent az államilag finanszírozott férőhelyek száma. Mi van azokkal a szegény, de tehetséges fiatalokkal, akik borsodi, szabolcsi kisfalvakban tanulnak, és az egyetlen esélyük a kiemelkedésre, a társadalmi mobilitás meglépésére, a felsőoktatásban való részvétel lett volna. Megjelent egy olyan eszköz, a Diákvitel 2, amelyben nagyon nagy lehetőségek vannak. A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár szerint, aki tanulni akar, de nem veszik fel államira, igényelhet diákhitelt. Hozzátette, a kormány célja az, hogy növelje a felsőoktatásban tanulók hosszú távon a diplomások létszámát. Kis Norbert azt mondta, szeptembertől összesen 70 000-en kaphatnak állami vagy részösztöndíjat. Hozzátette, elmegy a hallgatók ma esti tüntetésére. Ennek elsősorban az a célja, hogy jelezzem a hallgatók felé, ahogy erről előzetesen egyeztettem is a hallgatói érdekképviselettekkel, hogy értjük a jelzést, és értjük azt, hogy még hatékonyabb, még aktívabb tájékoztató munkára van szükség a felvételi jelentkezési határidőből hátralévő bő 2 hétben. Ezért február 14-e és 23-a között több egyetemi városban nyílt napokat tartanak, hogy a felvételivel kapcsolatos nyitott kérdéseket elmagyarázzák a diákoknak és szüleiknek.